A mai koordinátámban Sicóval fogjuk bejárni Turkevét, és most itt vagyunk a Berettyó parton. Miért erre a helyszínre hoztál minket ebbe a városba? Turkeve a szülőhazám, itt nőttem fel, itt töltöttem a gyermekkoromat, a kamaszkoromat, és nagyon-nagyon kedves nekem Turkeve, ide járok haza, itt vagyok nyugodt. Rengeteget jöttünk ide a barátokkal bandázni, szalonnát sütni, meg dombról gurulni, biciklivel tekertünk ki éjszaka teljesen sötétben, kutyák kergettek minket, de nem adtuk be. Nagyon szeretem a pörgést, a lételemem igazából, hogyha nem pörögnék, akkor nem lennék kiegyensúlyozott. Az egész családom ilyen. Miket szoktál csinálni, amikor így rád jön a pörgés? Nagyon sokat szoktam futni. A bulizás, a koncertek. És amikor nem pörgésre vágysz, hanem tényleg egy kicsit megnyugodni, lecsendesedni, akkor is ide jársz. Ide is, igen, nagyon szeretek a természetbe járni, ahogy az idő előre halad, egyre többet szeretek a természetben tartózkodni, és nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk egy párnapos fesztivál után, amikor hazajöttem ide, akkor anyujék itt pecáztak kint, és ide kijöttem, leterítettem egy pokrócot, és csak néztem az eget, meg a fákat, meg így csöndben voltam, tehát hogy azért igénylem azt a részt is. Ez a háza a szívem csücske, és szerintem mindig is az marad. Most az öcsém újítgatja, de mi itt nőttünk fel, itt voltam gyerek, és itt éltem 18 éves koromig. Amikor elutaztam, ugye felmentem Pestre főiskolára, akkor amikor jöttem haza, ott a határban jött a busz, és ennek a gesztenyefának, amikor megláttam a tetejét, akkor mindig megdobbant a szívem, hogy akkor most már itthon vagyok. És azóta is, hogyha hazajövök, akkor mindig erre jövök haza, hogy lássam a kis házunkat. Jó gyerek voltam, tehát hogy így a suliban is magatartásom mindig ötös volt, de azért szerettem benne lenni a csínytevésekben is. Kaptunk igazgatói megrovást, de az volt a vicces, hogy másnap, vagy azon a héten megint behívtak, mondom, úristen, megint le fognak szidni. És akkor nem, hanem akkor meg a sporttevékenységeimért kaptam egy igazgatói dicséretet, úgyhogy a kettő ott volt egymás mellett, és szerintem ez az életemre ma is igaz, hogy ez a bulizós, meg a sport. Az nagyon vicces sztori volt, Nagykun diák sportviadal, és igazából én csak kézilabdázni mentem. Túri tanár úr mondta, hogy na, Kós fiam, ma te ugrod a magasat, mert hogy a sportársamnak a bokájával lett valami, de elhoztam a harmadik helyet, úgyhogy nagyon örültem, és azóta is a családban ez ilyen szállóiga, hogy na, Kós fiam, ma te ugrod a magasat. Most itt vagyunk a főtéren, a Petőfi téren, és ide is számtalan emlékkötés, élmény, néhányat hoz meg velünk innen. Igen, itt a mögöttünk lévő templomban, általános iskolás koromban, amikor énekkarba jártam, ott szólót énekeltem, és ez nekem megmaradt. Illetve itt van a polgármesteri hivatal, ahol életem egyik legnagyobb eseménye történt, ahol is összeházasodtunk a férjemmel. Nagyon furcsa kimondani, de 18 éve ismerkedtünk meg, 19 éves voltam akkor. Játsszuk el itt a rovatunk játékát. Életed legboldogabb napja. Hú, ez nagyon könnyű. Nagyon sok boldog napja van az életemnek most is, meg nagyon sok boldog napja volt. Szerintem a legesleg boldogabb az az, amikor megszületett a kisfiam. Amikor nyaralni vagyunk, akkor általában én vagyok a gyerektárs. Én csúszdázok vele, én focizok vele. Nekem az a legfontosabb, hogy jó embert neveljek belőle, és hogy mindig meg tudjon beszélni velem is, meg mindenkivel minden, mert szerintem az a legfontosabb. Laza legyen, de mégis ki tudjon állni magáért, és hogy jó ember legyen, segítsen másoknak. Most pedig elérkeztünk ide a művelődési házhoz, ahonnan minden indult, de pontosan hogyan? 14 éves voltam, amikor a nagybátyám először elhozott egy rock koncertre. Nagyon vicces volt. Anyukámnak a nagy fekete hosszú kabátját vettem fel, és ilyen belokniszta a hajamat. Így jöttem az első rock koncertemre, ott is ragadtam. Itt jártam tánciskolába, ahol egyébként utána bárkirálynő is lettem, arra is nagyon büszke vagyok. Itt volt a lakodalmunk, illetve művészeti suliba is jártam, és a művészeti iskolával is adtunk itt elő darabot, drámatagozatra jártam. Aztán később én is fellépő lettem ezen a színpadon, ahol annyi előadást végignéztem a zenekarommal. Most pár zenekarban énekelek, a fő az a Vasmacska zenekar, ami csak lányokból áll, a Beatrice-ben vokálozom, van a Barbaro Attila és a Buli Banditák, ott is vokalista vagyok, illetve a Cosmix zenekarban ilyen helyettesítő tűzzsonglőr vagyok, így kerekek egész az életem ezekkel a dolgokkal, és büszke vagyok arra, hogy Turkevéről származom.